ma lehet. A forró olajban pityóka, azaz krumpli, valamint hagyma fűszerezett hús, kolbász, gomba rotyogott. 44 csapat nevezett a 12. Pityóka Fesztivál főzőversenyére Csíkszeredában. Az eseményre a helyiek és a környékbeliek közül sokan kíváncsiak voltak. Az a célja a Pityóka Fesztiválnak, hogy a város lakosságát megmozgassa. Egyesületek, csíki önkormányzatok, cégek, intézmények képviselői főzicskéztek. A Csíki Székely Múzeum Pityóka kiállítást is rögtönzött. Csapatukat azaz esztergomi mesterszakát segítette, aki a Mikovár történeti kiállításának filmjénél a korabeli ételeket főzte. Kitalált ételeket készítünk. Lesz egy leves, a németnek torkának a Csíki Székely Pityóka gombóc leves. Magyarországi konzulok főztek a csíkszeredai külképviselet csapatában. A nagy csapattal készültünk, és azt remélem, hogy nagyon finomat is főztünk. A helyi magyar pártok is félretették a politikát, és elővették a fakanalat. A versenyszellem azonban megmaradt. Éreztem a legjobb szakács a politikusok között. Az RMDS üstjében elnök válogatta Pityókából, Pityóka köretes pulykamell ragú készült. Azt szeretném bebizonyítani, hogy az egyszerű főtt Pityókából milyen szenzációs ételeket lehet készíteni. Lesz ez a sajttal, reszel sajttal, reszel Pityókából készített köret, azon kívül egy töltött Pityóka. Az Erdélyi Magyar Néppárt csíki csapata csülkös lencsés Pityókát főzött. Tulajdonképpen mi találtuk ki, úgyhogy nem is mondanám azt, hogy ez recept, hanem ilyen dolgokat kézkajaként kóstoltam, és most megpróbáltam, hogy milyen lesz. A Pityókából készült összes levest, főétel, desszertet végigkóstolgató zsűri a tálalást is értékelte. Ízletes, finom készítmény. Az üstök mellett sorban állók pillanatok alatt elkapkodták az ínyenségeket. A fesztivál legjobb receptjeit pedig jövőre szakácskönyvben is megjelentetik.